Irán beleegyezett abba, hogy ismét bekapcsolják a megfigyelő kamerákat több nukleáris létesítményében, és gyakrabban fogadjon nemzetközi ellenőröket, jelentette be a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség a NAU főigazgatója Rafael Grossi azután, hogy befejezte kétnapos tárgyalását Teheránban. Bécsi sajtótájékoztatóján Grossi azt mondta, hogy csak csökkentett megfigyelési tevékenységet végezhettek bizonyos rendszerek tekintetében, amelyek nem igazán működtek, így megállapodtak abban, hogy újra működni fognak. A NAU és az iráni hatóságok közös közleményt is kiadtak, mely szerint Irán nyitott arra, hogy további tájékoztatást adjon és hozzáférést biztosítson nukleáris létesítményeihez annak érdekében, hogy a legfontosabb biztonsági kérdésekre megoldást találjanak.